A legutóbbi szezonban a 15. helyen végzett, így búcsúzott a megyei első osztálytól a balkányi futballcsapat. A vezetők az azonnali visszajutást tűzték ki célként, így a kisparda szerződtették, a Tiszavasvárival a megyei egyben negyedik helyen végző Mirgai Lászlót, a keret pedig alapos vérátjomvesztésen esett át, ugyanis 15 új labdarúgó érkezett Balkányba. Ami pozitívum az az, hogy nagyon sok olyan rutinos futballistát sikerült igazolnom, ügyes fiatalokkal vegyítve, akik egy nagyon jó csapatot alkotnak a pályán és a pályán kívül is, és ebben nagyon nagy segítségemre van Igor Bogdanovics, aki, aki profi mentalitásával, hozzáállásával, mérkőzésen nyújtott, edzőmecseken nyújtott teljesítményével példaértékű a fiatalok számára, Felf, néznek rá a fiatalok rutinjával tudja, hogy a pályán mikor kell lassítani, gyorsítani a játékot. Nagyon jó hatással van a csapatra, és nekem is a, a jobb kezem Őtőle e, nagyon sokat várok, illetve hát, hogy ugye a rutinosabb játékosok még a Daru István, aki Tiszavasváriban hoztam, a Lakatos Tami Tuzsérról, hogy csak egy párat említsek, a, a, ide sorolom a, a Szabó Petit is, a Hortó Attilát is, de ezek mind ilyen e, jó mentalitású, nyerő típusú fordbalisták, s hát ehhez igazoltam sok ügyes fiatalt. A felkészülési meccseken megyei első osztályú és NB3 csapatok ellen lépett pályára a Balkány. Maximálisan elégedett voltam. A fehérgyalmati tornán, illetve a sényő elleni nyújtott itthoni mérkőzésünk volt az, amikor tényleg azt játszott a csapat, amit, én szeretnék a bajnok is játszani. Hát most a főpróbán a Deacot igaz, nagyon megvertük, de, de azt mondom, hogy körülbelül a csapattól ezt a támadó szellemi fordbalt várom, hiszen nincs miről beszélni, ha meg akarjuk nyerni a bajnokságot, akkor itt minden csapatnak neki kell menni. És hát ugyanezt fogjuk csinálni most is, mint amit Tisza-Vasvágyban csináltunk. Az edző elmondása szerint a bajnoki címre a Balkányon kívül bejelentkezett a a óta is, így fontos, hogy az első öt meccset hibátlanul hozzák le. A nyitófordulóban vasárnap délután a lép pályára Mirgai László együttese.